Sziasztok! Jó napot kívánok, üdvözöllek benneteket! Az M3 Autópark körül vagyunk most, mert hogy eljöttünk egy rövid kis próbaútra. A kombi ki a szídünkkel, egy 4-es benzines, 105 lovas benzinmotor van benne. Egy darab gazdája volt neki, és 107.443 kilométer futott. Természetesen ezt igazolni is tudjuk, tehát nyugodtan mondhatom, hogy igazolt, garantált kilométer futású, ez az alvás számú járgány. Gazdája nagyon szerette, sok mindent így szépítgetett az autón, szép alufelnék vannak rajta, nagyon jó gumika, a lámpatestekbe LED menetfényt rakott, rakatott, kötfényszórós a szerkezetünk, és ugye metál, fekete színű ez az autó, ez egy nagy, szép kis családi autó, jó sok minden elfér benne, a hátsó utasoknak lábnál is majd kényelmesen tudnak ugye autózni. Hátul látunk rajta egy kis spoilerezést. Van tolatóradarunk itt hátul még pluszban, ami rákerült, és a tetejére fölnézünk, akkor egy szép kis cápa uszony antennánk van fönt. Jobban mondva, akié majd lesz az autó, neki ilyenje lesz. Van itt tetőkorlátunk, lehet pakolni rá majd. Keresztartót, biciklit, gumicsónakot, amit szeretnétek vinni magatokkal, silléccet, most ez aktuális esetleg. A kombi autónkban majd el fogtok férni, rengeteg csomag, alapból így ennyi, de ha fölnyitjuk, akkor még van itt egy kis pakolási lehetőség, és ha még alá mászunk, akkor még találunk itt helyet, mert hogy ilyen kis vékony, ez a vízslif gumi van hozzá, ez a szükségkerék, viszont 80-nal el lehet menni bármerre, bármeddig, amíg találtok egy jó gumist, ott hozzá vannak rakva ugye a szerszámok, itt pedig tartozékként kötelező tartozék a teljes gyári szettje, ugye megvan az autónak, legalábbis ilyet sem kell vennetek biztosan. Tárólekesz balról, tárólekesz jobbról, és LED világítás van itt hátul, takarékos. Van egy rolónk, amit ki lehet majd ugye venni belőle, ha szeretnétek, és le lehet dönteni az üléseket. Így lehet belőle mondjuk alvó helyet a végén készíteni belőle, ha mégis oda jutnánk valahova. Talán látszódik benne a kis csillám, tehát gyöngyház fekete metál színű. Mind a négy ablaka elektromos segítséggel teszi a dolgát. Van elöloldalt függöny légzsák a szerkezetünkben, és szerintem egy nagyon szép kárpitozású autó, nem cigis, teljesen originál, különben a dohányzó szettje ott, a hamutartója, szivargyújtója, meg is fogom nektek mutatni. Itt egy súlytábla alvásszámmal együtt, mind a négy darab ablaka, mint automata funkciós és elektromos tükrök, ugye jobbra-balra lehet ugye állítgatni, és ez pedig végig szalad, ha megnyomjátok egy kicsit erősebben, vagy meghúzzátok fölfelé, akkor fölszalad. Az ülés a tökéletes állapotú, nincs kiülve, állítható magasságú. Ugye 107 ezeret futott, tehát egy szép kormánynak kell itt lennie. Ez így is van, ugye. Rádióvezérlős, állítható magasságú, és nem csak magasság, hanem ki be is ugye lehet állítgatni. 107.445, most már 2 kilométert jöttünk, ugye vele, ezt ide is tesszük. És akkor mit tud még adni ez az autó nekünk? Hát én biztos adni fogok hozzá, vagy a kollégák 2 darab eredeti gyári kulcsot. Teljesen hibamentes műszerfalat fogtok kapni, menet stabilizátor ugye kikapcsolható benne, ESP off megtörténik, ha ezt megnyomjátok, és ezen kívül akkor van benne bordkompjúter, 224-et tudunk elmenni ezzel az üzemanyagmennyiséggel, idő, dátum, azt mondja, hogy 4 fok van, és szól a rádió. Teljesen kulturáltan szól, majd beprogramoztok, amit akartok rajta, vagy egyéb iránt tudtok még csatlakozni mindenféle kütyűvel, ami gyári, ugye, és itt a hamutartója, és ezt meg is néztem, mert kihúztam, egy tökéletes új, teljesen sose használták ilyen gyújtási célokra. Itt van egy kis tárolórekesz, és digitális automata klímát fogtok kapni, és egy ötsebességes kéziváltót. Ez is tökéletes, nagyon szép állapotú, és pohártartót, és tárolórekeszes könyöktámaszt is kaptok, és még mindig van jó dolog, mert hogy hűthető a kesztyűtartó, ide tudtok majd beletenni valami olyasmit, amit hűteni vagy fűteni akartok, és akkor még mindig van egy jó dolog, mint mondottam, tehát itt van az igazolásra kész dokumentum darabkák,
Concerto előszedett nekünk egy olyat, hogy 21.6. hóba vizsgázott ez az autó. Ugye Ausztriában ez egy eredeti okmány, mint látjátok. 97.785 kilométernél, tehát annyit mentek vele, és 2020-ban pedig 92.000 volt benne. Nem nagyon sokat használták a kocsit, és ez egy, mondom, igazolt, garantált 100%, hogy ez úgy van. 22-ben pedig volt egy olajcseréje, ezt mutatom nektek, 101.607 kilométernél, írja is, hogy olajfilter, pollenfilter, luftfilter, és zündkerzen, azaz gyújtógyertyákat is cseréltek benne. Köszönjük a srácoknak, itt van velem Feri és Peti, és még kaptunk hozzá még egy kis ajándékot, ez is új még, hát ezt már nem tették bele, ez egy LED rendszámtábla világítás szett. Aki akarja, szépen becsavarozgatja, ott vannak a csatlakozók hozzá, ez egy teljesen új, originál darab. Még ez is egy 10-est megér simán, biztos, hogy benne újonnan. Van hozzá egy ajándék, hogyha esetleg baleset lenne, ezzel lehet világítani, meg ki lehet törni az üveget, meg lehet vágni vele még biztonsági övet is, és még megvan az eredeti összes okmánya, mindenféle papíruszkákkal együtt, úgyhogy ezt is hozzá fogjuk tenni. Na menjünk fel egy kicsit akkor, próbáljuk ezt a szuper sportos kis járgányt. Bekapcsoltam magam, leállítjuk, és beindítjuk még egyszer, mert hogy így látjátok, hogy minden oké, meg én is. Tolatóradar pikkent, hogy hátrafelé fogok vele menni. Van egy ilyen kis szakasz, ahogy ki fogok kerülni, és pitty, na nézzük. Kikerültünk egy oszlopot. Jól megy, majd meglátjátok, ha próbáljátok ti is, eljöttök hozzánk, lehet vezetni a kocsit, 105 lovas, szépen megy, jó húz. Narancssárga műszerfal, látjátok, egy narancssárgás, pirosas árnyalatú. Kormánynak jó fogása van, és könnyen csavarodik. Egyéb iránt nagyon csendes kis motorja van. Szépen siklik, egyenesen megy, egyenesen áll a kormánya. Íme. És azt hiszem, hogy itt meg tudunk állni. Ide jöttünk ugye az M3 autóparkba. Itt tudjátok majd megnézni a járgányt. Itt lehet közelebbről megvizsgálgatni. És tudjátok majd ugye próbálni ti is úgy, ahogy én itt próbálgatom. Még ide be fogok tolatni, mert hogy másképp nem tudok ide bejönni. Na így, mi? Hát akkor itt várunk beleteket a kereskedésbe. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Aha, működik, szuper, jó ez. Érzékelte, hogy mögöttünk van valami. Köszönöm szépen, hogy nyomtok egy ilyen jelet. Iratkozzatok fel a csatornánkra. Sziasztok, a viszontlátásra!